kaptam már egy analóg spamot. Ilyet még nem láttam sose egyébként. Vásároltam én már a Best Buy-ton, vagy mi a neve ennek. Aha. Már nem tudom, hogy mit vettem. De én felszoktam iratkozva lenni az áruházaknak így a hírleveleire, mert engem hát érdekelnek az akciós ajánlatoknál. Úgyhogy amit én választok, az arra szeretek feliratkozni, de ezek általában csak ugye normál esetben mailként szoktak jönni. Ezt még ilyet nem láttam, hogy névre szólóan postai úton küldjék. Faszom ezekbe a traktorokba. Egész délelőtt itt beüknek az erkély alatt, nyírják a füvet ilyen izeikkel, traktorokkal. Na bontsuk fel akkor ezt a videót, ezt elolvassuk, hogy mi van benne. A borítékon az van, hogy kivételes utazási ajánlat. Az igen. Nyereményjáték, gondolom. Én úgyse utazok sehova. Utálok utazni. Rendkívüli módon utálok utazni. Nekem el kell menni Pestre, ami egy 4 órás vonatút, akkor én már olyan kishújszállás, Karcak környékén elkezdek úgy nyugtalankodni, és Szolnoknál jön el az a pont, hogy még mindig nem vagyunk ott. Mikor érünk már oda? És azért Szolnoktól még azért igen, csak messze van Pest. Basz meg. Likia partvidék, hogy hogy kell ezt kiejteni? Likia vagy Likia vagy mi? Csipogjál már. Egyhetes kulturális körutazás. Bazd meg, ilyen kulturáltlan embereknek is küldenek ilyen kulturális körutazást. Öcseim, tisztelt Turi Tamás, engedje meg, hogy köszönetet mondjunk önnek cégünk iránt tanúsított hűségéért. Tetszik nekik, hogy fel vagyok iratkozva a hírlevelükre. Hát körutazás, igen, bla bla bla, ajánlat. Hova lehet menni? Mira? Efezus? Pamukkale? Földközi tenger? Repülőút Antaliába és vissza. Ezek az ingyenes szolgáltatások, amiket most olvasok. Repülőút Antaliába és vissza. Szállás meseszép 4 és 5 csillagos elegáns szállodákban. Egyhetes tartózkodás 2 ágyas szobában reggelivel. Hát ebédet meg vacsorát meg zsebből kell állni. Magyar nyelvű idegenvezetés. Kirándulási csomag. Csodálatos török látványosságok megtekintés, szervezett programok, utazás, modern légkondicionált autóbusz. Jaj, autóbusszal Törökországba, Istenem! Jaj! Na még repcsivel, még csak-csak, még hagyjám, még elmennék. Autóbusszal! Másfél napig ott zögykölődne ilyen szaros embernek, mint én vagyok, akinek 4-5 óránként céklete van. Nekem az nem mindegy, hogy hon megy a busz. Nekem meg kell állni, azt akkor fél órára beülök a budira. 4 óránként. Nekem a busz az még rövid távon se jó. Tehát maximum én buszon 1 órát tudok utazni, olyan, hogy mit tudom én. Bemegyek Nyíregyházára, megyeszékhelyre. Nagyon ritkán szükség van rá, akkor azt még kibírom utána. Azt az 1 órát, de hosszabb útra már, akkor inkább vonat, ami van vécéje, bár ugye az sem egy nagy élmény, a vonat vécéje. Na szóval, kolitis ulcerózával szerintem nem igazán lehet busszal utazgatni. Jó. De jó volna egyszer elmenni külföldre. Igazából én még sehol nem
nagyon voltam külföldön, hát környéket. Szlovákia, néhányszor átléptem a határ, meg Románia, néhányszor átléptem a határ, ez kifogott. Most mit tudom én. Itt vannak a díjak, szolgáltatások és részletek, csomó apró bet is. Itt. Egy sorolja felfele. Ezek mind a kitételek, a apró bet is részek. Na jó. Ez a szaros vége. Mi van még ebbe? Ajándék önnek, repülő. Ó, de szép. Kurva igényesen megszerkesztett brosúra. Fényezett papíron. Az meg ilyen zöldtenger nincs is. Az Photoshop. Hú, olyan annyira szeretnék életembe egyszer eljutni, úgy egy egzotikusabb helyre, külföldre, mint a földközi tenger környéke, bármi. Csak hát nekem már nem nagyon van rá lehetőségem. Ó, exkluzív vacsorát. Jaj, ezt már láttam, ezt a hirdetést. Nem kell más tenni, csak venni egy laptopot náluk, és akkor kapsz egy ingyen vacsit valahol. Na jó. Két akadálya van annak, hogy elmenjek egy ilyen földközi tengeri útra, az egyik ugye a pénz. Tehát még a pénz a legkevesebb, mert akármilyen kevés pénzem is van azért. Annak az árát, ha kellene, csak összekuporgatnám. De a másik az, hogy hát ugye ez az egészség, betegség. Az az állapot. Nem igazán nekem van kitalálva, hogy én bárhova is készüljek, mert nem tudok egy napra előre se tervezni, hogy mikor leszek beteg. És az azért nagyon rossz. Igazából ebből a városból se nagyon tudom kitenni a lábom, mert most hiába határozom, hogy mit tudom én, hogy elmegyek már augusztus 20-án Debrecenbe a virágkor, ne vár, mert 30 éve készülök rá, hogy most már tényleg elmegyek, és tényleg megnézem. Ugye Debrecen nincs is messze, felülök a vonatra egy óra alatt vagyok. De nem tudok egy napra se előre tervezni. Semmiképpen. No. Úgyhogy köszönöm szépen a analóg spamet. Jaj, de jól bajták a fűnyírást. De jó csend volt. Na, a Best Buy-tól. Köszönjük szépen az ajánlatot, nem fogunk vele élni, sajnos. Tehát még a pénzt azt még csak összegyűjteném, de ugye összeszedni magam egészségügyileg az bajos. Na, úgyhogy maradunk itten, Fatonyos faluban. Debrecenben még tényleg el kéne menni a virágkarnevárom, augusztusban. Most, hogy így eszembe jutott, tényleg lenne benne valami. Mert meglátjuk, augusztusra van már programom, több is. Na.